Víz kimutatása növényi részekből. Tanulmányainkból már tudjuk, természetismeretből 5. osztályban is, hogy a víz az élet nélkülözhetetlen anyaga. Kövessük most ezt végig, a kocsányos tölgy, mint növény, különböző szerveinek, részeinek a vizsgálatán keresztül. Elsőként a kémcsőben a tölgyfa leveléből levéldarabokat fogok elhelyezni. Majd ezt követően elkezdjük melegíteni. Figyeljük meg közben, milyen változások tapasztalhatók a kémcsőben. Néhány másodpercnyi melegítés után a kémcső falán megfigyelhető a vízpára. A következő kémcsőben a magtermést fogom szétbontani, és először csak a magból fogok a kémcsőbe tenni néhány darabkát. Szintén elkezdjük melegíteni. Itt is megfigyelhető a kémcső falán megjelenő vízpára. Természetesen ebben az esetben már tovább kellett egy picit melegítenünk, mint a levélnél. A következő kémcsőben a magtermés termésfalát fogom belehelyezni. És ezt fogom melegíteni. Újra figyeljük meg, milyen változás történik. Néhány percnyi melegítés után itt is megjelenik a kémcső falán a vízpára. De ha figyeltük, ebben az esetben tovább kellett melegítenünk, mint a mag esetében. Ugyanis a magtermésnél a külső termésfal már elfásodott. A következő kémcsőben a héjkéregből fogok tenni. Megpróbálom jó apró darabokra összetörni. És elkezdem melegíteni.
Itt is azt tapasztalom, hogy a kimcső falán megjelenik a vízpára. Végezetül az utolsó kimcsőben a fa belsejéből fogok törni kisebb darabkákat, és ezt fogom szintén melegíteni. Nagyon száraznak tűnik, ahogy tördelem, hallatszik a pattogása. De nézzük meg, hogy mi történik a melegítés után. Részben itt is látható a kimcső falán lecsapódó vízpára, valamint megfigyelhető ilyen fehér színű füstképződés, amely egyéb szervetlen anyagok jelenlétére utal, amelyek a hevítés hatására fejlődnek. Mindezzel a kísérlet sorozattal azt bizonyítjuk, hogy a növényeknek minden egyes szervébe kisebb vagy nagyobb mennyiségben, de jelen van a víz, amelyet a szállító szövet segítségével juttat el, egészen a gyökértől a virágokig, illetve a termésekig.